Kedves testvérek, az egyházunk a Szent Liturgián keresztül és a liturgikus időn keresztül vezet bennünket a megváltás misztériumának a megünnepléséhez, és ennek szükségszerűen vele járója, hogy belevezet bennünket, belevon bennünket a bűnnek a misztériumába is, az árulás misztériumába. Itt most ezt látjuk. Együtt van Jézus a tanítványaival. És Jézus azt mondja, hogy valaki elárul engem. Ez a bizony-bizony mondom nektek, amikor előfordul az evangéliumban, ez nem pusztán egy emberi erősítést jelent, hanem már-már egy ilyen isteni kinyilatkoztatás. Azt mondom, hogy valaki közületek elárul. Érthető-e az árulás? Egyáltalán nem. Legnagyobb bűnök közé tartozik-e? Azt gondolom, igen. Ennek van más-más neve, megcsaladtatás, becsapás. Valamikor kifejezetten árulásnak nevezzük, és egészen más szokott lenni a következménye, de általában súlyos. Mindenképpen bizalomvesztés, és mindenképpen olyan a súlyos a következménye, ami a kapcsolatot szinte helyreállíthatatlannak minősíti. Katonai gyakorlatban ugye az árulás az egyet jelentett azzal, hogy az árulót nem csak hogy elfogják, nem csak hogy kiközösítik, hanem olyan mértékűnek, olyan súlyosnak ítélik a cselekedetét, hogy megölik. Miért? A közösség biztonsága érdekében. Ugyanez, ha valaki elárult egy közösséget, kiadta a titkot. Védtelenné válik a közösség. Ezért olyan gyönyörű, ugye a görög katolikus liturgiában a szent áldozás előtt, hogy nem mondom ki a titkot ellenségeidnek. Nem mondom ki, nem árulnak el. És most itt azt látjuk, hogy Jézus ezt mint egy kinyilatkoztatja. És ez az ő részéről nem egy véletlen fölismerés. Eddig nem tudta, de most rájött. Hanem Jézus számára az elárultatás az ő életének vele járója. A megváltás elengedhetetlen része. Miért? Azért, mert az ember elárulta az Istent. Mert ez az embernek az alaphelyzete. Az ősmű leírásánál ezt látjuk. Barátságával ajándékozza meg az embert. Mindent rábíz az Éden kertben. És azt mondja, hogy csak a kert közepén álló fáról ne egyél. És tulajdonképpen mindegy is, hogy az most milyen fa, ne egyél, miért? És nem is feltétlenül azért, mert az valami rendkívüli gyümölcsöt teremhet. Már a Biblia mondja, jó és a rossz tudásnak a fája. Hanem bízzál bennem. Tehát ez a törvény, ne egyél a fáról, azt jelenti, bízzál bennem. És az árulásban pontosan ez történik. Nem bízom abban, akiben egyébként bíznom kellene, és akivel a kapcsolat a bizalom nélkül nem állhat fenn. Itt nem érdekszövetségről van szó csupán, nem közös érdek megvalósításáról, nem valamiféle szövetkezésről van szó, hanem személyes elköteleződésről. És ezt nem lehet mással indokolni. Nem lehet mással indokolni, hogy bízzál bennem, mással nem lehet, mint azzal, hogy bízzál bennem. Ez kockázat. Ez nem történt meg. És ezt nem lehet mással helyreállítani, mint azzal, hogy az állítja helyre a bizalomvesztést, akivel szemben bizalmatlanok voltak. Az Isten ezt teszi. Ha én bizalmatlan vagyok valakivel szemben, én ezt nem tudom helyrehozni. Még azt sem tudom mondani, bocsánat, ne haragudj, elkövettem. Jó, ez tény, de mikor áll vissza a bizalom? Ha az állítja vissza, akivel szemben elkövettem.
Isten ezt teszi. Most ezt látjuk, nem értjük a Pétert, nem értjük a tanítványokat. Tehát, hogy akár még mindenkiről is föltételezik, ugye vannak ilyen utolsó vacsora ábrázolások, és csak mindenki csodál, mindenki a másikra néz, hogy akkor most ki az, aki áruló lesz. Aztán itt van, Péter mondja a Jánosnak, hogy hát tudd már meg, hogy kicsoda ez. Akkor legalább jussunk nyugalomra. És aztán ott van a Péter a maga hősködésével, és aztán ennek az evangéliumnak pedig az a vége, hogy életedet adod értem. Bizony mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Tehát az, aki a vezér, az, akit Jézus is kiválasztott, rád bízom az egyházat, Jézus azt éli meg, hogy el fogja árulni. Ezért mondtam, hogy Jézus életének nem egy pillanatnyi, véletlenszerű eseménye az elárultatás, hanem az egész megváltás művét átszövi, átjárja. És pontosan ez az, amit az ember nem ért, de amikor értetlenül állunk itt a tanítványok magatartásával szemben, vagy Péter hősködésével szemben, vajon mennyivel vagyok különb, amikor bűnt követek el? Ugyanezt teszem. Elárulom azt az Istent. Mit kér tőlem? Bízzál bennem. Bízzál bennem, mert a parancsaim jók. Bízzál bennem, mert az az út, amit eléd adok, az az életre vezet. Bízzál bennem, mert a törvény életre vezet. És amikor nem tartom meg, nem követem, nem járok az úton, nem a parancson van a hangsúly. Nem azon van a hangsúly, hogy leléptem az útról, hanem azon, hogy nem bíztam abban, aki engem szeret. Ez a bűnnek a misztériuma, és ennek millió ága-boga lehet, akár közösségen belül, egyén életünkben is. És húsvét éppen ezt szeretné nekünk ajándékul adni, hogy az Isten kiengesztelődik az emberiséggel. Az Isten helyreállítja a bizalmat. Az Isten új kezdetet ad. Az Isten újjákeren teremti az emberiséget. Az új teremtés kezdete. Az újjáteremtés, az új ég és az új föld. Ezt nem lehet picit javítani. Isten újjáteremti a bizalmat, újjáteremti a mi bizalmatlanságunkat, és meggyógyítja azt, nem új bizalmatlanságot ültet el bennünk, hanem bizalmat ébreszt, újjáteremti, azért, hogy higgyünk az igazság szavában, higgyünk a törvénynek az erejében, higgyünk az útnak a céljában. Ugyanakkor ezt úgy teszi, hogy nem titkolja, a saját életét akarja megosztani velünk. Vagyis ez adott esetben azzal jár, hogy elárultatok, bizalmatlanságot fogok tapasztalni. És miért fáj? Általában akárha én követek el valakivel szemben bűnt, vagy fordítva. A bizalom miatt. Az alapvető kapcsolat rendül meg. Isten újjáteremti a szabadságunkat, újjáteremti a bizalmat közöttünk. És ez az, ami mindent átjár, minden új lehetőséget kinyit számunkra. És ez a magatartás sorozat, amivel itt találkozunk az evangéliumban, ez tulajdonképpen így már teljesen értelmét veszíti. Mert egyszer ott lesz a húsvét vasárnap reggel, amikor futnak, rohannak a sírhoz, belépnek a sírba, a fiatalabbik látta a lepleket és hisz. Ugyanígy az asszonyok pedig csak a végtisztességet akarják megtenni, és találkoznak vele, nevén szólítja Mária, és hisz. És megy és hirdeti, és azt mondja, találkoztam az Úrral. Ugyanígy az Emmauszi tanítványok, mi történik?
Egyszerűen elkezdenek érteni, elkezdik érteni az eseményeket, elkezdik érteni az írásokat, elkezdik érteni a saját életüket, és abban a pillanatban ott vannak a szobában, a kenyértörésnél, és a kenyértörésben mindent megértenek, ott teremti Isten újjá az ő bizalmukat, és akkor nem törődnek se éjszakával, semmivel, rohannak vissza, és azt mondják a tanítványoknak, hogy találkoztunk az Úrral, láttuk az Urat. És ez a tény, hogy láttuk az Urat, ez a bizalomnak a kezdete. Ezért mondja 16. Benedek pápa, sokszor idézzük, én magam is, de ettől még igaz, a keresztény lét kezdetén nem egy filozófiai fölismerés és döntés, nem egy erkölcsi elköteleződés, nem egy morális döntés áll, hanem egy találkozás a föltámadottal, Jézus Krisztussal. Ez teremti újjá a bizalmunkat. És akkor mindaz, ami töredékes volt, mindaz, ami gyenge volt, elveszett, már nem számít, új élet kezdődik. Adja Isten, hogy tudjuk bánni bizalmatlanságainkat, tudjuk megsiratni ezt. Mert itt ugyan annyi szerepel, hogy amikor majd a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg, de a másik evangélium, illetve az evangéliumnak a folytatása azt is leírja, hogy keserves sírásra fakadt Péter. Megsiratta bizalmatlanságát. Nem szégyen megsiratni bűneinket, nem szégyen megsiratni bizalmatlanságunkat. Ezt is jóvá tudja tenni az Isten. Kívánom, hogy a bizalmat teremtse újjá bennünk az Isten, és ezért nagy-nagy örömmel tudjuk élni az életünket. Amen. Köszönöm.